Vendégem a stúdióban dr. Matt Mazen, szíriai közel-keleti szakértő. Szervusz, Mazen. Szervusz, Feri. Jó estét kívánok, üdvözlöm a nézőket. Hát Mazen, manapság nem könnyű sehol a világon kormánypártinak lenni, de Szíriában végképp nem könnyű. Így van? Igen, így van. Kormánypárti szíriainak is lenni ebben az időben, ez nem könnyű. Főleg például olyan embernek, mint én, már 25 éve vagyok Magyarországon, és végig azt beszéltem, és büszkén meséltem a magyar honfitársaim is, még magyar vagyok is egyben, hogy milyen békeszigete a Szíria, milyen csodálatos ez az ország, milyen jók az emberek, és sokat tudtam mesélni, ami igaz is volt. És most egy kicsit nehezen ez meg tudom védeni ezt a helyzetet az események miatt, hogy szíriainak lenni is ebben az időben most ez nagyon nehéz, és nagyon fájos szívvel és szomorúsággal is azt mondom, mert a büszkeség ez még mindig van szíriaiként, de ezek a dolgok, amik ott vannak, ennyi média háború, amit indul Szíria ellen, ennyi torz infót, amit eljutatnak az emberekhez a világ szertén, Magyarországon is, a médiától, hogy igazából mi folyik ott. Ez ellen szemben állni bizony, igazad van, Feri, nagyon nehéz, de próbálunk valamit ezzel nem tenni, próbáljuk valamit megmagyarázni, hogy mi valójában mi folyik ott. Téged sok minden fűz még Szíriához? Természetesen igen, és arról van, igen, jó, köszönöm, hogy megkérdezted ezt a kérdést, mert magában van egy szíriai közmondás, ami azt mondja, hogy akinek nincsen semmije, az nem veszít semmit. Úgyhogy én a szíriaiak közül ezekhez tartozok, akik érdekel nagyon, mi folyik Szíriában. És másfél éve szintén meg tudom mondani, hogy elég foglalkoztam mással, mint csak hogy végig figyelem és követem, hogy mi történik ott és mi van ott. Nekem ott van család, nekem ott vannak akár az a fa, ami alatt játszottam gyerekkoromban, ez érdekel, mi van vele, levágták vajon, vagy még mindig áll, elégették, vagy még mindig terem, és így tovább. Igen, igen, ez sok minden főz, ez az én otthonom, a házám, amit nagyon szeretem, és csak így tudom mondani, hogy mennyire szeretem Magyarországot, ha azt mondom, hogy a házám is, ahol születtem, is nagyon szeretem, mert aki egy hazáját el árulja, vagy neki mindegy, hogy mi történik vele, akkor sehol sem a világon tudja fogadni egy másikat is. Hát ugye csak a nézőknek mondom, hogy Mazen civilben építőmérnök, és tanít is egyetemen, és egyébként magyar családod van, illetve hát ugye magyar Igen. feleséged. Igen. Ide nősültél. De azért gyakran jársz ki, sőt a Szír televízióban közel-keleti szakértőként is megszólaltál. Nos, hát ugye sok dolog van, ami meglep bennünket. Meglep, az nem lep meg, hogy a kormány ellen harcolnak, mert hát azok, akik harcolnak, azok mögött ott áll Amerika, Izrael és még egy csomó hatalom, Amerika csatlós államai. De inkább meglep az, hogy például a muzulmán testvériség, amely ugye most ismét lázad Egyiptomban, ők simán Izraellel tárgyalnak, holott mi azt hittük korábban évtizedekig, hogy ez egy szélsőséges, iszlamista, fundamentalista, sőt terrorista szervezet, és hát ugye a szír ellenzék és felkelők igen gyakran találkoznak, megjelennek Izraelben is. Ahová egyébként, megint a nézőknek mondom, nem is lenne szabad beutazni olyan útlevéllel, amelyikben szír vízum van. Igen. Igen, ezt láttuk őket többször. A vezetőségük, ami Izraelben ment, és izraeli tévében szerepelt. Ami valójában tényleg meglepő. Mert mindenhol a világon, amikor ellenzéknek nevezünk magunkat, akkor túl kell mondanunk hazailag és nemzeti érdekek megvédelmi érdekében, túl kell mondani, mint a kormány maga mond. Szóval a kormány azt mondja, hogy mi csak a Golánfelséget fogunk visszaszerezni, akkor az ellenzéknek azt várjuk tőle, és azt mondják, nem, hanem az egész Palesztinát akarjuk visszaszerezni. Még minden megszállt arab területet. De hogy fordítva történjen, ez tényleg meglepő.
És ez nem elfogadható a szíriai nép szívében, ez nem győzők kártya. Hát hiszen Szíria egy része megszállás alatt van, izraeli megszállás alatt, ugye a Hermon hegytől a Golán fenségig, a Jordán folyóig és a Genezáreti tóig. Igen, a Golán fenségek, igen. Ezek, és a szíriai ellenzék, a felkelők tárgyalnak Izraellel, és szinte lemondanak ezekről a területekről. Hát hogy fogadja el ezt a szír közvélemény, még akkor is, ha nem szereti az Assad rendszert? Én szerintem, hogy amikor szerepelnek, ezek nem köznyilvánították a szíriai népnek, hanem ez, ahogy szokta most ez a divat mostanában, hogy mások akkor meg tudják szerezni ezt az anyagot, és akkor ehogy tudták eljuttatni a többiekhez lehet, vagy a szíriai tévében akkor megmutatják. De ők maguk azt nem nyilvánítják. Nem mondják, hogy azt mit csináljuk, azt tárgyaljuk az amerikaiakkal, a nyugattal. De Izrael támogatja őket hivatalosan, nyilvánosan megmondta, biztos, hogy fegyvereket is szállít örömmel, és hát Amerika is, és a NATO országok is szállítanak fegyvereket, ha más nem Líbián keresztül, mármint a Líbiában használt fegyvereket csempészik át ugye az arab világon. Igen, az utóbbi, ez valójában is történik. Szóval ez mindenféleképpen a mostani fegyveresek, amit Szíriában vannak, amit harcolnak Szíriában a kormány ellen, még a nép ellen, ezek nyilvánvaló, hogy onnan szerzik ezeket a fegyvereket, ahonnan Líbián keresztül, Líbiától, Libanon keresztül, vagy Törökországon keresztül, vagy akár Irak határán keresztül is eljuttatják hozzájuk, és ott ezeket a fegyvereket használják nyilván, igen, a harc, ami folyik ott Szíriában, és nem akar milyen fegyverezet. Szóval ez olyan technikailag, olyan technológiailag, olyan modern fegyverek ezek, amit igazán is van a probléma a hegysereknek velük szembe lefegyverezni őket és megtisztítani őket a szíriai földet. De azért Szíria sincs egyedül. Meglepően sokan támogatják, csak nem mindenki nyilvánítja ki. Az oroszok kinyilvánítják, sőt most nemrég ugye elkaptak egy orosz hajót, amelyik állítólag harci helikoptereket, légvédelmi rakétákat szállított volna. Nem tudom, és Skócia partjánál fogták el, vagy állították meg, de egyébként van orosz támaszpont is, és Oroszország kiállása menti meg tulajdonképpen Szíriát, illetve az Assad kormányt, igaz? Az a médiajátéka. Szóval azt, amit megpróbálják mutatni, hogy most az oroszok nagy bűnt csinálnak, hogy szállítanak fegyvert Szíriához. Hát a Szíriában van egy nemzeti hadsereg, amit már több tíz éve van és épült ezért, hogy megvédi az országot. És természetesen valahonnan fegyverezni kéne, fegyvert kell szerezni ennek a hadseregnek. Az, amit most szállítanak az oroszok Szíriába, olyan fegyver, ezeket egy régi egyezmény alapján szállítják ezeket a fegyverek a szíriai hegyseregnek. Ebben hol a csoda? Azt én nem értem, hogy miért csinálják ebből nagy problémát és nagy csodát. De felfegyverezni olyan csapatokat, civiliket, és csempézni az országba illegálisan a szíriai földre fegyvereket, hogy ezeket szembeálljanak a hegysereggel, a kormánnyal, a néppel, mészárlásokat csinálni, az ott a bűn, és ott a nagyobb probléma. Ők megpróbálják összehasonlítani a kettőt, és megmondják, mi ezért szállítjuk fegyvert, miért Oroszország szállít fegyvert a szíriai hadseregre. Hát ez nevetséges magában, én ezt csak ennyit tudok mondani. Melyik az az ország, amit azt mondja, hogy nem szabad nekünk a hadsereget fegyvert vásárolni, és melyik az az ország, aki megengedi, hogy civiliket fegyverezze egy másik ország, illegális úton és módon. Amit ezt használják most a szíriaiak ellen, igen. A közel és közép-keletnek két nagy értéke van, az egyikben bővelkedik, ez pedig a kőolaj, illetve a földgáz, ez együtt jár, ugye? A másik, amiben nem bővelkedik, ez az édesvíz. Hát ugye Irak mind a kettőben bővelkedik, érthető is volt, hogy Irakot felosztották, és hát megszállták. Szíriában ugye víz szinte alig van, mert Izrael megszállta ugye a Genezáreti tó és a Jordán folyó, nagyon fontos édesvízkészlet túlpartját, ez a Golán fenség, illetve tovább a Hermon hegy. Viszont Szíriának van gáza, igaz? Ha jól tudom. Mégpedig nagyon jelentős készlet, és elképzelhető, hogy ez a cél, hogy ezt a gázkészletet megszerezzék, hiszen például Izraelnek nincs gáza, kénytelen a muzulmán testvériségtől importálni Egyiptomból, ez már-már-már tragikomédia, és mi lenne, hogyha a szomszédos Szíriából van ezt is megszerezné, nem csak a Golán magaslatokat? Nagyon közeledjük a problémahoz, hogy valójában, hogy mi történik Szíriában. Én nem fogom mondani most, hogy Szíriában van gáz, és mennyi van, vagy ilyesmi.
Ez egy másik kérdés. Ez feltételezés. Igen, feltételezés. De én annyit mondok, hogy ez az egész, amiről szól, ez az egész arab tavasz, mert ami folyik már 90 évesek elejére a világon, arról szól, hogy most a gázzal fogja valamennyire helyesíteni, mint energiaforrás az olajon ezen a világon. Az amerikaiak arra fölkeltek, arra rájöttek, amióta volt Rio de Janeiroban ez a földgömb csúcs találkozó, ahonnan már kezdtek gondolkodni, hogy más forrása legyen az energiának, mint az olaj. Ugye köztudott, hogy nem szabad olajat venni bármilyen országnak, csak dollárba. És köztudott, hogy az amerikaiak a dollár, a valutájukat, ők nem amennyi aranykészletük van ennek a arányában nyomtatják a dollárt, hanem ennyit nyomtatnak, amennyit akarnak. Ezért a világon van, hogy amikor emelkedik az arany, akkor a dollár fordítva, és fordítva is igaz. És onnan már indult ez az egész, hogy ők meg akarják szerezni a gázforrásokat ezen a világon. Ezért találták ezt a Bin Laden-t, ez az Al-Qaida mese, amit ez az egész az amerikai találmány, és így megszállták Afganisztán, hogy az oroszok mögé kerüljenek, és onnan Turkmenisztán és Azerbajdzsán, aki nagyon gazdag a gázban, onnan közelhoz jössenek, és még az Irán mögött is legyenek ez az egészben. És onnan jött már ez a Nabucco, amit úgy neveztünk, Nabucco, ez a gáz vonal, ami Törökországon át fog menni, és nincsen benne Görögország, ugye, és Európahoz jönni, hogy megszabadítsák Európát az orosz uralomtól, mert Európa... monopól, gázmonopóliumtól, gázfüggéstől. És ezért például megértjük, hogy miért a katariak vannak ebbe a háborúba. Miért támogatják ennyit a fegyveresek Szíriában? Miért akarják ledönteni ezt az egész kormányt? Katar, igen. És ezért megértjük, hogy a törökök is miért benne vannak a dologban. Miért a katariak most, nekik van gáz, és ők is akarják Európához vezetni, ez Szírián keresztül megy. Az irániak más gázvonalat akartak építeni, ami Irán, Irak, Szíria és földközi tengerhez. Az, ami Szíriát fogja és Iránt és Irakot fogja tenni, egy nagyon értékes csomópontot ad a világban, ami ezek nekik nem jó. Ők azt akarják, hogy Törökországon keresztül, akkor Törökország kerül hatalomra, ez az egészben, és így segítettek az Erdogan, hogy eljusson hatalomra Törökországon. Ez az egész világ csodálkozott, hogy jutott iszlamista a hatalomra Törökországban. Az volt egy jegyzemény. Amely egy polgári állam, és ereven elzárkózik az egyháztól, és ugye szétválasztották még a kezdet-kezdetét. Így van, és mindig ellene voltak, hirtelen sikerült nekik. Ez egy asztal alatti egyezmény volt az amerikaiak és Erdogan között, hogy eljussátassák ők hatalomra, cserébe ő szerepet fog játszani ezzel az egészben, ami most folyik az arab világban. És mind ezzel a napkor akkor az oroszok ellen működik ez a dolog, és akkor próbálták egyeztetni az oroszokkal így módon, hogy ők akkor hagyják az oroszoknak ez Turkmenisztán, Azerbajdzsán gázilag, és akkor az oroszok cserébe hagyják nekik Irak, Szíria, Egyiptom, Katar és ez a térség, és ők fogják használni azt a gázvezetéket. Ők azt hitték, hogy az oroszok nem tudják, hogy ez a Közép-Kelet gazdag gázzal. És ezzel próbálták velük tartani, hogy hát ha eljussanak arra az egyeztetésre. De cserében hát az oroszok nem voltak olyan naivak, tudtak valamennyien miről van szó, vagy nem bíztak az amerikaiakban, és már rájöttek, hogy ott van. Ott most már ezért, amit az előző mosorban hangzott, hogy már ez kész blokk, két hatalom blokk ebben a világban, ott összecsapódik Szíriában, Szíria határán, arról van szó, az energiaforrásokról van szó, a gáz uranról van szó, megszabadítani Európa az oroszoktól, de nem az Európa szép személyért, hanem ez nekik, ez ugye az amerikaiak... Üzlet, persze. Az amerikaiaknak az Egyesült Európa egyáltalán nem tetszik, ez köztudat. Persze, hát a legfőbb ellenségei Európának az amerikaiak, mert ugye neki konkurencia együttvéve az Unió. Így van. Gazdasága. Rendben van. És amikor ők megoralják, ők maguk, megint, mert eddig oráltak az olajforrásokat. Most már ez új energiaforrás lesz ez a gáz, ami a következő években az fog kerülni, ugye 10 évekről beszélünk, és akkor ők, amikor már arra teszik a kezüket a forrásokról, akkor megint ők lesznek a világnak az urai. És ők fogják Európát akkor már zárni neki a csapot, és akkor... Amerika monopolizálja, és már nem az oroszok, hanem ezentúl Amerika fogja a függőségbe tartani Európát. Igen, és Szíria ebben az útban van. Igen. Ennek az útjában van. Szóval mindegy, hogy ott a gáz a szíriai földön vagy nincs,
egyszerűen ott útban van, mert ők akarják vezetni a gáz Katarról, Egyiptomról, palasztin határáról, mert a tengerparton találták, libanoni tengerparton, itt ciprusi, ez mind akarják vezetni, és a Szíria között is fog menni, az a vezeték, Törökország, az Törökország vezeték, ahonnan fog jönni, Azerbajdzsánból, Turkmenisztánból, még Iránból, sok van, hogy Bulgáriába, és akkor bejött Magyarországba. Onnan megértjük, hogy miért van 70 ország ellene Szíriának, legalább a médiában. Mert mindegyiket úgy érzi, hogy ő elkap valamit ebből a nagy tortából, amit Szíriának hívjuk, amit ugye ez emberileg, én így mondom, és fájós szívvel is azt mondom, nem látják, hogy valójában ők mennyire rombolják az emberiség értékeiben, ezért csak, hogy anyagilag vagy gazdaságilag meggazdagoljanak. Szóval itt abban az országban már nagyon ártatlan emberek, nagyon civil emberek mészárolják, importálnak a gyilkosokat, a zsoldosokat, mindenhonnan a világon. Halljuk naptól napra, hogy valami mészárás történt Szíriában. És én megmondom szíriaiként, és bebiztosítom mindenki, hogy ez, ami történt, ez nem, hogy a kormány nem csinálja, és a hadsereg nem csinálja, a szíriai nem csinálja. Ezek zsoldosok, ezek banditisták, amit importálták őket külföldről. És odahozták, mert az, aki lelövi egy gyereket úgy, ahogy nézi a szemében, fejbe lövi, Szíriában én nem tapasztaltam, hogy élnek ilyen emberek. A szíriai nép nem olyan, nem ilyen. Ellenzégileg sem, kormánypártileg sem. Nem olyanok. Hanem próbálják bozdítani az embereket más ellen. Próbálják felkelteni egy bolgárháborút ebben az országban ezeken a módszereken. És hát mindennek a célja a gáz, illetve a gázvezeték, és közben ömlik a vér. Mazen, köszönöm, hogy itt voltál. Én köszönöm szépen.